Az elmúlt időszakban egyre jobbak a magyar-olasz kapcsolatok, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara nemzetközi üzletember találkozóján. A következő időszakban azon dolgoznak majd az üzleti partnerekkel, hogy ezt még szorosabbra fűzzék. Ennek érdekében júniusban közös programot is szervez a helyi kamara a magyarországi olasz kereskedelmi kamarával. Úgy gondolom, hogy vannak olyan termékeink, olyan szolgáltatásaink, amiket tudunk ajánlani az olasz partnereknek, hiszen megyében sok olyan specialitás van, amihez, hogyha hozzájutnak az olasz partnerek, az biztos számukra egy kuriózum lehet. Illetve én úgy gondolom, hogy a mi partnereink is szívesen kimennek Olaszországba, és olyan termékeket, szolgáltatásokat igénybe vesznek, ami számukra kedvező. Itt ugye a megyében elmondhatom, hogy a pálinka, az élelmiszeripar és az egyéb termékeknek a bemutatása az nagyon fontos lehet. A partnerség azért is lenne fontos, mert a külföldi tapasztalatcsere fellendítheti az üzleti életet, de kapcsolatépítés szempontjából is lényeges. A gazdasági fejlődés jelentős hazánkban, véli a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara alelnöke. A kamaránk legnagyobb ambíciója, hogy a két ország közötti kereskedelem fontossága a jelenlegi 5. helyről a 3. helyre kerüljön. Az elmúlt időszakban sikerült Olaszországnak jobban megismerni Magyarországot, az olasz cégeket nem csak a gazdasági fejlődés motiválja, hanem a jogi körülmények és a több más kedvező feltétel is. A találkozón az is elhangzott, korábban a kommunikáció hiányzott a két ország között, de most már az is gördülékenyen működik, a közigazgatási szervek is mind ezen dolgoznak.